Cari fratelli vescovi, eminenciás uram, kedves püspök testvérek, kedves pap testvérek, diakónusok, megszentelt életet élő fívéreim és nővéreim, papnövendékek, lelkipásztori munkatársak, kedves testvéreim! Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sono felice di essere örülök, hogy ismét itt lehetek, miután veletek együtt részt vehettem az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson, ami a kegyelem nagy pillanata volt, és biztos vagyok benne, hogy lelki gyümölcseit máig is élvezitek. Megköszönöm Veres püspök úrnak a hozzám intézett üdvözlő szavait, és hogy ezekkel a szavakkal tolmácsolta a magyarországi katolikusok vágyát. Szeretnénk ebben a változó világban hitelesen tanúságot tenni arról, hogy nekünk Krisztus a jövőnk. Krisztus a mi jövőnk. Nem a jövőnk a mi Krisztus, hanem Krisztus a mi jövőnk. Ez az egyik legfontosabb feladat, ami előttünk áll. Korunk változásait és átalakulását értelmezni és megpróbálni a lelkipásztori kihívásokkal a lehető legmegfelelőbb módon szembenézni. Krisztussal, semmit rajta kívül, semmit az Úrtól távol. És Krisztusban. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha Krisztusra, mint jövőnkre tekintünk. Ő az alfa és az omega, aki van, aki volt és aki eljő, a mindenható, a kezdet és a vég, az emberi történelem alapja és végső célja. Ha húsvéti időben annak dicsőségét szemléljük, aki az első és az utolsó, akkor megláthatjuk a világunkat időnként megrázó viharokat, a gyors és folyamatos társadalmi változásokat és a hit válságát is nyugaton, de azzal a látással, azzal a nézőponttal, amely nem enged a csüggedésnek, és nem veszíti szem elől a húsvét középpontját, a feltámadt Krisztust, aki a történelem középpontja, és aki a jövő. Életünk, bármennyire is törékeny, szilárdan az ő kezében van. Ha erről megfeledkezünk, akkor mi, lelki pásztorok és laikusok, emberi eszközöket és megoldásmódokat fogunk keresni, hogy megvédjük magunkat a világtól, bezárkózva kényelmes és békés vallási oázisainkba. Vagy éppen ellenkezőleg, alkalmazkodunk a világiasság váltakozó széljárásaihoz, akkor pedig kereszténységünk elveszíti erejét és megszűnik a föld sója lenni. Térjetek vissza Krisztushoz, mint a jövőhöz. A világiasság változó szeleibe ne essetek bele, ne legyen egy világias egyház, az egyházunk. Egy két értelmezés, úgy is mondhatnám, hogy két kísértés, amelytől egyházként mindig óvakodnunk kell. Az első a jelenlegi történelem katasztrofális olvasata, amelyet azok kis hitűsége táplál, akik azt ismételgetik, hogy minden elveszett, nincsenek már meg a múlt értékei, nem tudjuk, hová jutunk. Annyira szép, hogy Sándor tisztelendő úr hálát adott Istennek, aki megszabadította őt a kis hitűségtől. És mit csináltál a te életedben? Egy nagy katedrális székesegyházat? Nem. Egy kis kápolnát, de megcsináltad. Győztél. Köszönöm, testvérem. És ott a másik veszély, saját korunk naív olvasata, amely viszont az alkalmazkodás, a megalkuvás, a konformitás kényelmén alapul, és elhiteti velünk, hogy mégiscsak rendben van minden, csak a világ mostanra megváltozott, és alkalmazkodnunk kell hozzá. Íme a katasztrofális kishitűséggel
és a világias alkalmazkodó szellemmel szemben az evangélium új látást ad nekünk, megajándékoz a megkülönböztetés kegyelmével, hogy egyszerre befogadó szellemmel és prófétai lélekkel lépjünk be korunkba. Vagyis prófétai befogadással, nyitottan a proféciára. Sokszor használjuk profécia. De hát egy krízisben élünk, és nagyon sok mindent várunk, de a proféciát kapjuk. A proféta, profétai lelkület, az nyitott, és a szívet nyitva hagyja. Ennek kapcsán szeretnék röviden utalni egy gyönyörű képre, amelyet Jézus használt, a fügefa képére, amely a jeruzsálemi templommal összefüggésben jelenik meg. Azokat, akik annak gyönyörű köveit csodálták, a templom köveit, és így egyfajta világi megalkuvásban, konformizmusban éltek, biztonságukat a szent térbe és annak ünnepélyes pompájába helyezve, Jézus arra figyelmeztette, hogy itt a földön semmit sem szabad abszolútnak tekinteni, mert minden bizonytalan, és nem marad kőkövön. Ha nézzük ezeket a napokat, látjuk, hogy az apokalipszis lapjait éljük. Ugyanakkor az Úr nem akar csüggedést okozni, vagy félelmet kelteni sem, ezért hozzáteszi, amikor minden elmúlik, amikor az emberi templomok összeomlanak, amikor szörnyű dolgok történnek és heves üldözések támadnak, akkor majd meglátjátok az emberfiát, amint eljön a felhőkön nagy hatalommal és dicsőséggel. És itt hív meg bennünket arra, hogy a fügefát szemléljük. Vegyetek példát a fügefáról, amikor hajtása már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, mihelyt látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van már az ajtóban. Arra kapunk tehát meghívást, hogy gyümölcsöt termő növényként használjuk fel a nekünk adott időt, annak változásaival és kihívásaival együtt, mert mindezeken keresztül, mondja az evangélium, az Úr közeledik hozzánk, ő jön, és addig is arra vagyunk hivatva, hogy megbecsüljük ezt az időt, hogy olvassuk az evangéliumot, és elvessük a magvait, hogy lemetszük a gonoszság szárazága, hogy gyümölcsöt teremjünk. Profétai befogadásra kaptunk meghívást. Profétai befogadás. Azt jelenti, hogy megtanuljuk felismerni Isten jelenlétének jeleit a való világban. Még ott is, ahol nem jelenik meg kifejezetten a keresztény szellem jegyében, vagy ahol kihívás vagy kérdés formájában érkezik. Ugyanakkor mindent az evangélium fényében kell értelmeznünk, anélkül, hogy elvilágosodnánk. Figyeljetek erre. A keresztény profécia hirdetőinek és tanúiként figyeljetek az elvilágosodásra. Az elvilágosodásba beleesni rosszabb. Mint azt látjuk, hogy még ebben az országban is, ahol a hit hagyománya szilárdan gyökeret vert, tanúi vagyunk az elvilágiasodásnak és az azt kísérő jelenségek terjedésének, ami veszélyezteti a család egységét és szépségét. Kiteszi a fiatalokat az anyagias és hedonista életideál kockázatának, és polarizálja az új kérdésekről és kihívásokról szóló vitát.
Így megjelenik az a kísértés, hogy megmerevedjünk, bezárkózzunk, és harcos hozzáállást vegyünk fel. Pedig ez a valóság lehetőségeket, is hordozhat számunkra, keresztények számára, mert hitre és bizonyos témák elmélyítésére ösztönöz, és arra hív, hogy feltegyük magunknak a kérdést. Ezek a kihívások miként léphetnek párbeszédbe az evangéliummal, hogy új utak, eszközök és nyelvezet keresésére indítsanak. Ebben az értelemben jelentette ki 16. Benedek, hogy a szekularizáció különböző korszakai az egyház segítségére voltak, mert lényegesen hozzájárultak belső megtisztulásához és reformjához. A szekularizációk valójában minden alkalommal az egyház mély megszabadulását jelentették a világiasság formáitól. A szekularizációval szemben van egy kihívás, hogy megtisztítsuk az egyházat a világiasságtól. Rosszabb beleesni ebbe a világiasodásba, mint egyszerűen a földre. Nem. Ez nem békét ad neked, hanem egyszerűen csak elaltat ez a módszere. A mai élethelyzetekkel folytatott párbeszédre irányuló elköteleződés azt kívánja a keresztény közösségtől, hogy jelen legyen és tanúságot tegyen, hogy képes legyen félelem és megcsontosodás nélkül meghallgatni a kérdéseket és meglátni a kihívásokat. Ez a jelen helyzetben nem könnyű, mert belső nehézségekből sincs hiány. Különösen a papok túlterheltségét szeretném kiemelni. Egyrészt a plébániai és a lelkipásztori élet követelményei sokrétűek. Másrészt a hivatások száma csökken, és a papok kevesen vannak. Sokan közülük előre haladott korúak és a fáradtság jelei mutatkoznak rajtuk. Ez sok európai ország közös valósága, amellyel kapcsolatban fontos, hogy mindenki, lelkipásztorok és laikusok egyaránt, érezze a közös felelősséget. Mindenek előtt az imádságban, hiszen a válaszok az Úrtól és nem a világból jönnek, a tabernákulumból, nem pedig az internetről, a számítógépről. Aztán a hivatásokért végzett lelkipásztori munka szenvedélyében keresve annak a módját, hogy a sajátos megszentelődés útján is lelkesen felkínáljuk a fiataloknak Jézus követésének varázsát. Nagyon szép, amit Krisztina nővér a Jézussal való perlekedésről mondott. Ez nem egy könnyű hivatás, hogy valaki domonkos legyen, egyszer egy pap nekem mondta, hogy aztán vannak a ferencesek, a jezsuiták, és aztán domonkos lettél, jól csináltad. Szükség van arra, azokra, akik meghallgatják a fiatalokat és segítik őket, hogy jól tudjanak perlekedni az Úrral. Általánosabban szükség van arra, hogy egyházi reflexiót kezdeményezzünk, szinodális, együttesen végzett reflexiót a lelkipásztori élet megújítására, nem megelégedve a múlt ismételgetésével, nem félve a plébánia átszervezésétől, hanem prioritásként kezelve az evangelizációt és aktív együttműködést kezdeményezve a lelkipásztorok, a katekéták, a lelkipásztori munkatársak és a tanárok között. Ti már ezen az úton jártok. Kérlek, ne álljatok meg! Keressétek a lehetséges módokat, hogy örömmel tudjatok együttműködni az evangélium ügyében, és előre mozdítani ki a maga karizmájával a lelkipásztori munkát, mint kérigmatikus igehirdetést. Nagyon szép volt
amit ebben az összefüggésben Dorina arról mondott, hogy a narráció és a kommunikáció által a mindennapi életet érintve kell elérnünk fele barátainkat. Egy picit megállok, hogy aláhúzzam azt a kateketák nagyon szép munkáját. Ez egy nagyon fontos szolgálat. Sok hely van a világon, amit a kateketák, főleg Afrikában, ők viszik előre. Ők az egyház oszlopai. Köszönöm, amit tesztek. És köszönöm a diakónusoknak, a fiatalabb generációk érteztek, a tanároknak és a nevelőknek, akik nagylelkűen munkálkodnak az oktatás területén. Köszönöm. Engedjétek meg, hogy elmondjam, a lelkipásztori munka akkor lesz gyümölcsöző, ha képesek vagyunk megélni azt a szeretetet, amelyet az Úr parancsolt nekünk, és amely az ő lelkének ajándéka. Ha távolságtartónak vagy megosztottnak mutatkozunk, ha megcsontosodunk álláspontjainkban és csoportosulásainkban, akkor nem fogunk gyümölcsöt teremni. Szomorú, ha megosztottak vagyunk, mert ahelyett, hogy egy csapatként játszanánk, az ellenség játékát segítjük. Az ördög az, ami megoszt minket. Ő egy művész ezen a téren. Az ő sajátossága, hogy a püspökök egymástól eltávolodnak, a püspökükkel feszültségbe élő papok, konfliktusok, az idősebb és a fiatalabb papok, az egyházmegyések és a szerzetesek, a papok és a laikusok, a latinok és a görögök között. Pártokra szakadunk az egyház életét érintő kérdésekben, de politikai és társadalmi téren is mereven képvisel ideológiai álláspontunkat. A hit élete nem egy ideológiai kérdés. Ez az ördög kérdése. Kérlek, ne tegyétek. Az első lelkipásztori cselekedet a közösség tanúságtétele. Mert Isten maga közösség, és jelen van ott, ahol a testvéri szeretet uralkodik. Győzzük le az emberi megosztottságot, hogy együtt dolgozzunk az Úr szőlőjében. Merüljünk el az evangélium szellemében, verjünk gyökeret az imádságban, különösen a szentségimádásban és Isten igéjének hallgatásában. Törekedjünk az élethosszig tartó tanulásra, ápoljuk a testvériséget, a közelséget és az egymásra való odafigyelést. Nagy kincs birtokába jutottunk, ne pazaroljuk el az evangéliumhoz képest másodlagos értékeket hajszolva. Figyeljetek nagyon a pletykára, a pletykálkodásra, amely a püspökökről, a püspökök között, a papok között megy, vagy a szerzetes nővérek között, a laikusok között. A pletyka rombol. Nagyon szép ez. Úgy tűnik, hogy mintha egy karamella, egy cukorka lenne a szájba, de közben ez mélyre tud menni. Figyeljetek, mert ez a rombolás útja. Hogyha egy megszentelt személy komolyan veszi, vagy egy laikus, azt, hogy nem beszél a másikról, a másik háta mögött. Ez szent dolog. Menjetek ezen az úton. Semmiféle pletyka nem kell. De nehéz, mert egyszer így, meg úgy elcsúszott, elfélreértett valamit. Imádkozzatok. Azt jobban teszitek. Inkább harap meg a nyelvedet, és egy semmi pletykával ne kezdj. Vigyázzatok a pletykázásra. Vigyázzatok arra, hogy ne legyen köztetek püspökök között, papok között, nővérek között, mert ez olyan, mint egy édes cukorka,
kellemes az elején, de nagy kárt tud okozni. És inkább arra bízzalak benneteket, hogy amikor azon a ponton vagytok, hogy ezt megtegyétek, hogy pletykáljatok, akkor inkább mondjatok egy imát, vagy harapjátok a nyelveteket. Ez sokkal többet fog használni, mint ha pletykálnátok. D'accordo. Egyetértek. Semmi pletyka. És még egy dolgot szeretnék mondani a lelkipásztoroknak. Az Atya arcát mutassátok meg Isten szent népének, és alakítsátok ki a családias lelkületet. Ne legyünk merevek, hanem irgalmas és könyörületes tekintettel és közeledéssel éljünk. Ezt alá akarom húzni. Hogy milyen Isten stílusa. Az első stílusa is a közelség. Ő saját maga mondja ezt. A Deuteronómiumban, most az második könyvben. Melyik nép van olyan közel az Istenéhez, mint amilyen én közel vagyok hozzátok, mondja ezt a zsidóknak. És az együttérzés és a gyengédség. A közelség, az együttérzés és a könyörületesség, az irgalmasság. Na, én vajon gyengéd vagyok, vagy pedig elítélő másokkal? És szeretnélek benneteket bizadni, hogy vegyétek fel Istennek a stílusát. Mi az Istennek a stílusa? Az, hogy közel áll hozzánk, már az Ószövetségben olvastuk ezt, gyöngéd hozzánk, és ugyanakkor mindig velünk van. Vegyétek fel bátran Istennek ezt a stílusát, ezt az utat. Per quanto niente rigidità. Semmiféle merevség, közelség, együttérzés és gyengédség. Ezzel kapcsolatban megragadtak József atya szavai, aki felidézte testvére Brenner János boldogá avatását és szolgálatát, egy olyan papét, akit mindössze 26 éves korában barbár módon meggyilkoltak. Ennek a népnek hány és hány vértanúja és hitvalója élt a múlt század totalitárius diktatúrája alatt. Sokan szenvedtek. Boldog János annyi szenvedést élt át, hogy könnyen megtehette volna, hogy haragot tart, bezárkózik, merevvé válik. Ehelyett jó pásztor volt. Erre van mindannyiunknak, különösen a papoknak szükségünk. Irgalmas tekintetre, együttérző szívre, amely újra és újra megbocsát, amely segít az újrakezdésben, amely befogad, mindig megbocsájt, és nem ítélkezik, bátorít, és nem kritizál, szolgál, és nem megszól. És nem pletykál. Ez készít fel bennünket a profétai befogadásra. Az Úr vigasztalást át közvetíteni a világban tapasztalható fájdalom és szegénység valóságában, közel lenni az üldözött keresztényekhez, a befogadást kereső migránsokhoz, a más etnikumú emberekhez, és mindenkihez, aki rászorul. A szentség nagyszerű példáival bírtok ebben a tekintetben, mint például Szent Márton. Az ő gesztusa, amelyel megosztotta köpenyét a szegénnyel, sokkal több, mint a szeretet cselekedete. Egy olyan egyház képe, amely felé törekednünk kell, amit a magyar egyház Európa szívében
proféciaként hordozhat az irgalmasság és a közelség felmutatása. De szeretnék megemlékezni Szent Istvánról is, akinek erekéje itt van mellettem. Ő, aki először bízta a nemzetet Isten anyjára, aki rettenthetetlen térítő volt, kolostorok és apátságok alapítója, ő is képes volt mindenkit meghallgatni és párbeszédet folytatni, tudott gondoskodni a szegényekről, csökkentette adójukat és áruhában osztott alamizsnát, hogy ne ismerjék fel. Ilyen egyházról kell álmodnunk, amely képes meghallgatni, párbeszédet folytatni, a gyengébbekre odafigyelni. Olyan egyház, amely befogadó mindenki irányába, és van bátorsága mindenkihez elvinni az evangélium örömhírét. Kedves testvéreim! Krisztus a mi jövőnk, mert ő irányítja a történelmet. Ő a történelem ura. Erről szilárdan meg voltak győződve hitvallóitok, meg annyi püspök, pap, szerzetes és szerzetesnő, akik az ateista üldözés alatt mártírhalált haltak. Ők tanúsítják a magyarság sziklaszilárd hitét. Erről én meg vagyok győződve. Nagyon erős alapotok van, és Istennek hálát adok ezért. Szeretnék megemlékezni Mindszenty Bíboros úrról, aki hitt az ima erejében, olyannyira, hogy szinte szállóigeként idézik szavait. Ha van 1 millió imádkozó magyar, nem félek a holnaptól. 1 millió. Legyetek befogadóak, legyetek befogadóak, legyetek tanúi az evangélium ígéretének, de mindenek előtt legyetek az imádság emberei, mert a történelem és a jövő ettől függ. Megköszönöm hiteteket és hűségeteket, mindazt a jót, ami bennetek van, és amit tesztek. Nem tudom elfelejteni az angol kisasszonyok közösségébe tartozó magyar nővérek bátor és türelmes tanúságát, akikkel Argentinában találkoztam, miután a vallásüldözés idején elhagyták Magyarországot. Ez egy erős, nagyszerűek voltak ezek a nővérek, egy erős tanúságtételt éltek meg egész életükben. Con la testimonianza mi hanno fatto tanto bene. És annyi jót tettek nekem a tanúság tételeikkel. Imádkozom értetek, hogy a hit nagyszerű tanúinak példáját követve soha ne győzzön le benneteket a belső fáradtság. Ha ne hagyjátok, hogy a belső fáradtság lehúzzon benneteket. Haladjatok örömmel előre, örömmel, és kérlek titeket, hogy imádkozzatok értem továbbra is. Köszönöm.
Nun orazione con Christus Dominus nos docuit, omnes simulticamus, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, venia regnum tuum, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hoc, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentation, sed libera nos a mal. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.